Vállaltuk azt is, hogy új családtámogatási és gyereknevelési közpolitikát dolgozunk ki. Azért van szükség erre, mert a mostani rendszer eleve elhibázott, eredménytelen. Új megközelítésre van szükség, amely valós és érezhető támogatást nyújt a fiatal családoknak, a gyermekvállaló és gyermeket nevelő családoknak, mert ők a jövő záloga. Azért van szükség erre, mert mi hisszük, hogy a családok, az erős családok erősítik a közösséget, nekünk szívügyünk a család, és kormányzatból, kormányzati eszközökkel úgy kell alakítanunk a közpolitikákat, hogy minden egyes polgár, minden egyes család képes legyen tervezni, terveit valóra váltani, vállalni a gyereknevelést, és ez nem pusztán demográfiai kérdés. Ennél többről van szó. Ez egy közösség jövőjének a kérdése. A kongresszusunk, amely 2 hét múlva kerül megszervezésre, a családokat teszi központi témájává, és az a stratégiai dokumentum, amely a következő évek kormányzati feladatait taglalja, arra épít, hogy a fejlesztéseknek, a gazdaságnak, a közpolitikáknak, a családokról, erről a hihetetlenül fontos közösségi intézményről kell, hogy szóljon.